Fesztiválokra ugye azért járunk, hogy jól érezzük magunkat, de bizony oda kell arra is figyelni, hogy a körülöttünk lévők is ugyanezt megtehessék. Na de mit illik és mit nem illik? Vendégünk a stúdióban Gáspár Ágnes, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. És az imént, köszönöm a meghívást. Az imént megbeszéltük, hogy tegeződhetünk most a beszélgetés alatt, úgyhogy köszönjük szépen. Természetesen. Amikor egy fesztiválra érkezik egy látogató, akkor első körben ugye ott áll sorban, hogy átnézzék a biztonsági őrök a dolgait, a táskáját, kabátját vagy a zsebeit. Ilyenkor hogyan kell érkeznünk? Mi a legfontosabb? Hát a szándék mindenkinek a fölöttébb nyugodt szórakozás kultúráját megélni, és pontosan ezek az ellenőrző intézkedések is azért vannak bevezetve, nem most és nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenütt, hogy biztosítva legyen a biztonságunk. Tehát igazából nekem mindig az a tapasztalatom, hogy ez ellen nem hőbörög senki sem, mondjuk, és szépen nyugodtan a sorban mindenki kivárja magát. Ez azért már hozzászoktunk, repülőtereken is hozzászoktunk, sorbanállásoknál, más helyeken is, tehát ez már nem olyan nagyon gond. Tulajdonképpen ez a saját biztonságunk. Fesztiválokra jó esetben kicsik, nagyok, fiatalabbak, idősebbek is érkeznek. Hogyan érdemes odafigyelni egymásra, a korosztályokra, akár a kisgyermekekre, akár az esetleg idősebbekre? Mi az, amire leginkább figyelnünk kell? A fesztiválozás léte és az a kis közösség vagy nagy közösség, attól függ, hogy milyen fesztiválra gondolunk, az egy olyan csodálatos együttélés élménye, és a tapasztalataim szerint azért az nem gond, hogyha az ilyen pici, a bébi is ott van, akik még ott lakók is, tehát nem csak napi jegyesek, illetve az idősebb korosztály, akik ma már kortalanok. Tehát egy picit hazabeszélek, mert tulajdonképpen az én korosztályom is ott van, és tőlem még idősebb korosztály is, és ez így csodálatos. Az én gyerekkoromban elképzelhetetlen volt, hogy a szülőkkel együtt bulizunk. Ma már ez abszolút általános. És bocsánat, hogyan érdemes, hogy hogyan kell odafigyelni mondjuk a helyi lakosokra, mondjuk vegyünk egy példát, mondjuk Kapolcs, ahol megérkeznek a fesztiválozók, és ott laknak ugye a vendéglátók, ugye mondjuk a falu lakói. Hogyan érdemes velük együtt élni ebben a néhány napban? A tapasztalataim szerint annyira kedvesek, annyira boldogok. Ez az élmény, ami nekik is ott van, és mindenki személyes kapcsolatokat talál, és még utána is akkor ahhoz a házhoz megyünk, és nem a másikhoz, de ha a másikhoz, akkor újabb kapcsolatrendszerek, és ezek a nem kötelező etikett és protokoll meg ilyesmi, hanem az általános viselkedési helyzetek, amiket nap mint nap megélünk, de ott valahogy sokkal elegánsabban, sokkal természetesebben és kedvesebben éljük meg. Ha viszont rátérünk a koncertekre, akkor ott ugye a látogatók nem tornasorba állítva nézik a koncertet, hanem nagyon gyakran, ugye aki előttünk áll, az esetleg kétméteres, magas, vízilabdás, kosárlabdázó férfi, és hát nem biztos, hogy lát az ember tőle. Itt hogyan tudnak odafigyelni a magasabbak a kisebbekre? Én egyébként mindig figyelek, igyekszem nem figyelni. Nem mondod? Én igyekszem figyelni. Igazából sehogy, én azt mondom, helyezkedni tudni kell. És akkor nem lögdösödni, mert mindenkinek ott a helye, az, hogy egy szép szál fiú vagy egy szép szál magas lány ott van, akkor nem állok mögé és nem morgolódok, hanem elmegyek és máshová megyek. Tehát pontosan ez az, hogy mindenki megtalálja a maga helyét, és úgy, hogy ne bántsa a másikat, ne kötözködjön, mert nem az a cél, hogy itt negatív élményeket éljünk meg, hanem hogy mindenki fölötté boldogan, egymást szeretve. Tehát van valami, néha én azt is szoktam mondani, hogy elszáll fölöttünk az angyalka, hogy olyan kellemesen együtt mindenki egymásnak integet, köszön, külföldiek, ugye hozták a külföldiek is az európaiak a fesztiválkultúrát, mi is megtanultuk a fesztiválkultúrát, és igazából ez annyira gyönyörű, egymás, még ugye a divat is, nincs divatozás, hanem csoportok, barátok különös ruhákba öltöznek, poénosan, amit hétköznapokban nem, tehát itt a gőzt kell kiereszteni, és itt lehet a játékos, valami
mást megélni, és akkor jönnek egymással szembe, vagy én is megyek velük szembe, és megcsodálom, és akkor így, és akkor ez fantasztikus, és mekkora ötlet, és már meg is ismerkedünk, és legközelebb, ha másik sátornál találkozunk, akkor már üdvözöljük egymást, és akkor már le is ülünk, vagy az étkezésnél, és akkor beszélgetünk, és ez egy csodálatos kapcsolatrendszer, illik amit ki kell használni. Bárkit, mindenkit meg lehet, igen, igen. Hát nem úgy, hogy megbököm aztán te, és, tehát, hogy igen, a különböző helyszíneken egymásra mosolygunk, akkor már a következménye, hogy meg is szólíthatjuk. És kapcsolatok teremtődnek, kultúrák találkoznak, és ebben ez a csodálatos. De ezek szerint bármilyen ruhát fel lehet venni, nincs olyan, amit nem illik felvenni? Nincs. Itt mindent lehet. Jó, természetesen a morál szempontjából ugye mesztelenül nem illik menni, de viszont a legkacifántosabb megjelenést meg lehet találni. Igazából a karakterek is, mert mondjuk Kapolcson egészen más mondjuk, hogy mint egy másik fesztiválon, ha már említetted a Kapolcsot, de mondjuk a Sziget Fesztivál, vagy éppen a Balatoni fesztiválokon nem olyan. Tehát a közönség is meghatározza. Annyi pozitív jó dolgot mondtál, most tényleg kicsit én leszek a kis ördög. Kíváncsi lennék arra, hogy te mind, ahogy mondtad is, hogy fesztiválozol, mi az, ami esetleg téged zavart etikett szerint, amit eddig láttál? Mert tényleg annyira szépen felépítettük a fesztiválokat etikett szempontjából, valami rosszat azért mondjunk így a végére. Ugye ennek is megvan időrendben a kultúrája, és én nagyon örülök, pozitívval kezdem, de elmondom a negatívot, hogy például ugye a mosakodás, tisztálkodás és az italozás és a por, tehát attól függ milyen az időjárás, tehát az is meghatározza, vagy éppen dagonyászunk a sárba, de ma már lehet mosakodni, tehát az, hogy a testszak pláne meleg, 40 fok, vagy 30 fok, vagy egész nap ott vannak. Tehát a tisztálkodás, az egymás tisztelete minden szempontból problémás volt régebben, de ma már az infrastruktúra nagyon jól ki van építve. Tehát aki tud, vagy szeretne, az megteheti, és már nem gond, de így is vannak negatív jelenségek természetesen. Na de ha valakinek eddig még nem lett volna kedve fesztiválra járni, szerintem meghoztad a kedvét, úgyhogy köszönjük szépen ezt a nagyon érdekes beszélgetést, és hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük. Én köszönöm.